Mozgalmas évet tudhat maga mögött Rákász Gergely. 85 koncertet adott, és szülővárosában Győrben ünnepelte színpadra lépésének 25. évfordulóját. A Lord of the Organs harmadik évadát éli, és a mai napig teltházak előtt fut. Ezen a klasszikus zenei koncerten nem esznek embert, mi több, itt talán úgy mennek majd haza, hogy szórakoztak, mint ahogy az antik világban a római gladiátor viadalokon tömegeket szórakoztatott ez a hangszer. Császárok, királyok építettek maguknak ilyen hangszert, mert annyira menő volt. A korai Hollywoodban szintén tömegeket szórakoztatott, hiszen ezekben a hatalmas mozikban a néma filmek alatt orgona szólt, és hogy mégis valahogy egy ilyen sötét sarkába került a klasszikus zenének az elmúlt évtizedekben ez egy gyönyörű hangszer, tömeget lehetett oszlatni, hogyha valaki kiejtette a száján azt, hogy orgona koncert. És szerettük volna azt már a címmel is sugallni, hogy ez a show arcát mutatja meg a hangszernek. Azt az arcát, ami méltó ezekhez a történelmi példákhoz, amiket az előbb hoztam. Ennek megfelelően a műsorválasztás, Bach mindig van, és a legnagyobbak ülnek a játszóasztal körül, hogyha ha úgy tetszik idén Berlioz a Rákóczi emlékév miatt a Rákóczi indulóval, meg egyébként ő maga is évfordulós. Gustav Holst a Jupiterrel, a Bolygók szvittel, Vivaldit játszom idén, Handel tűzijáték zenéje szintén évfordulós, úgyhogy a tűzijáték zenét játszom. És hát, hogy milyen a közönség reakciója kérdésére válaszolva, nagyon hálás. És én nagyon boldog vagyok, mert évek óta beszélek arról, hogy nekünk klasszikus zenészeknek nem azt kell elvárni a kedves hallgatótól, hogy viselkedjen úgy, mint 40 évvel ezelőtt, üljön a fenekén nyugodtan másfél órát, és akkor élvezze a koncertet, de élvezze. Mert hogy ez nem fog megtörténni. Hiszen úgy jön be a hallgató, hogy az orrával még böködi a Facebookot, mielőtt megérkezett. Még az is lehet, hogy még itt az első hangok alatt még elküld egy SMS-t, hogy most már ne zavarja. Jó esetben. De nekik kell. Nekik kell adni valamit, akik olyan impulzus szinten pörögnek, hogy ha azt mondom, hogy én itt most másfél órát játszani fogok, és tessék szíves lenni csöndben maradni, el se jönnek. A Rákász Alapítvány a határon túli területekre is szervez koncerteket. Rákász Gergely azt mondja, ez egy kulturális, karitatív kezdeményezés, melyre első szóra sikerült társakat találni. Tudja, olyan helyeken jártunk határon túl, elsősorban Erdélyben, ahol a madár se jár. Vagy mondjuk madár éppen jár, de művészek nem nagyon mennek. És amikor vége volt a koncertemnek, szívbe markoló volt azt hallani, hogy elmondta a lelkész, elmondta a polgármester, hogy művészül ez gyönyörű volt, de most 100 évig nem lesz semmi. És hogy a legjobbak már összecsomagoltak, hogy a jó kis mindjárt elmennek, és akkor marad valaki, aki már nem tudja megtartani a közösséget. De ezt úgy képzelje el, hogy ezek olyan székelyfalvak, ahol mondjuk lakik 500 székely ember, és abból 480 ott volt a koncerten. A maradék 20 pedig igazolta a haldoklott. De ez az erő. És én azon gondolkoztam, hogy ez borzasztó ezt hallani, hogy miért ne lehetne az, hogy én megcáfolom ezeket az embereket, és hogy lesz ott valami. Elkezdtem szervezni itthon a művészbarátaimat, hogy ha ott járnak Erdélyben, akkor vállaljanak egy-két ilyen kisebb faluban is koncertet. Hogy nézze, én tudom, hogy nem miattam fognak visszafordulni a fiatalok Londonból, vagy Berlinből, hogy visszatérjenek a szülőföldjükre, de amikor azon gondolkoznak, hogy hát otthon vannak a szeretteim, otthonról indultam el, hív a szülőföld, akkor biztos föltesznek majd egy olyan kérdést is, hogy de hát otthon nincs semmi, vagy otthon van valami. És hogyha én azt tudom nekik adni, hogy otthon legyen valami, de olyan emberekkel Bogányi Gergely állt mellénk azonnal, Boros Misi a virtuózóból, Sárik Péter jazzzongorista, Zicsi Eszter grófnő lett a fővédnökünk, de egy szóra, Tolvaj Ferenc írónk állt az alapítvány mögé. Tehát ha azt tudom mondani ezeknek az embereknek ott a távolban, hogy egyébként itt is van valami, van élet,
a kultúrának, a magas kultúrának megtartó ereje van. És arra gondoltam, hogy miért kellene erre várni, hogy ezt valaki más megcsinálja, majd megcsinálom én. Illetve hát van egy remek csapat mögöttem, megcsináljuk mi. Ha egy tanulságát kell levonni ennek az elmúlt 25 évnek, akkor az a szolgálat. Hogy azt gondolom, hogy az a művész, aki azért ül a hangszerénél, azért fest, azért állít fel színdarabot, hogy ott ő maga látszik, az a művész az valamit nem ért. Mert a művész dolga véleményem szerint az, hogy emelje az embereket. Hogyha egy hajszálnyival, ha halálom után azt mondják majd ott fönt, hogy egy hajszálnyival sikerült följebb emelnem a rám bízottakat, úgy mentek aztán ők is a következő életbe tovább, vagy a más világra, ha úgy tetszik, úgy mentek tovább, hogy a lelkük egy kicsit szebb volt, akkor én értem valamit művészként. Hogyha mások azt mondták rám, hogy én nagy művész voltam, de igazából csak romboltam, és megbotránkoztattam az embereket, és valamiféle polgárpukkasztást végeztem, akkor lehet, hogy sokan mondják erre, hogy hát ez nagy művészet, csak igazából a szakrális, a szent veszik el ezekben az esetekben. És mondom ezt önnek minden vallási háttér nélkül, ezt csupán kulturális háttérrel mondom. A művész az az ember kell, hogy legyen a világban, aki egy icipicit igyekszik jobbá tenni. Ha egy tanulsága van ennek az elmúlt 25 évnek, akkor az ez.